Sziasztok! 3 hónappal ezelőtt majdnem megfulladtam és meghaltam. Micsoda intro. Az a baj, hogy ez most lehet vicces, de anno ez nem volt az. Erről fogunk ma beszélni, úgy döntöttem, hogy csinálok róla egy videót, meggondoltam magamat. Az eleje kicsit mesélős lesz, aztán utána átmenjünk kicsit az ilyen funkcionális dolgokra, de para lesz, úgyhogy lássunk hozzá. Ha visszaemlékeztek, tavaly ősszel Dávid barátommal Amerikában jártunk egy hetet. Voltunk Los Angelesben, Las Vegasban, és ez kívülről tök jónak tűnhetett, azonban ennek az útnak a felét először Dávid 40 fokos lázzal, majd a másik felét én is 40 fokos lázzal tettem meg. Ha kicsit jobban megnézitek a felvételeket, akkor láthatjátok, hogy a fejem is be van pöffedve, olyan lázas vagyok. Nehezemre esett egy-egy mondatot elmondani is. Amerikának a leg... Mehet? Szeméttelep, amúgy ad... Mikor hazaértünk, Dávid, én nem mentem egy Covid-tesztre, de Dávid elment egy Covid-tesztre, és hát mi meglepő? Pozitív lett neki. Megfertőztek! Megfertőztek minket! Fussatok, bolondok! Ekkor már tudtam, hogy miért köhögök, miért voltam lázas, hiszen Dáviddal egy hetet egy légtérben töltöttünk, együtt autóztunk Los Angelesből Las Vegasba, végig együtt voltunk, úgyhogy, sőt, még egy ágyban is aludtunk. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy mindketten covidosak voltunk. Teltek a hetek, és azt vettem észre, hogy egyre súlyosabban köhögök. Körülbelül 3 hét után pedig arra lettem figyelmes, hogy alváskor, illetve néha napközben is, amikor lélegeztem, az alábbi hang jött ki a tüdőmből. Ez viszont egyik este beütött még jobban. Annyira nehezen lélegeztem, srácok, hogy kisétáltam a konyhába, és lihegve jöttem vissza, mint aki lefutott egy félmaratont. Eljutottam aznap este addig a pontig, hogy azt kellett mondanom a barátnőmnek, hogy figyú, én nekem be kell mennem a kórházba. Itt a videó végén a félmaraton azért látjátok, hogy mennyire lihegek, meg hogy vagyok. Na körülbelül ezt képzeljétek. Srácok, én szerintem 2-szer voltam kórházban. Egyszer, amikor megszülettem, egyszer meg, amikor még iskolás koromban kiment a bokám, és meg kellett röntgenezni. De szerintem többször nem. És ez egyszer egy nagyon rossz tulajdonságom is, mert például amikor volt a szaltózós videó, jó sok videót vágok majd ebbe, akkor láthattátok, hogy kis ilyen kitörtem a vállamat, de akkor sem mentem el egy röntgenre, nem mentem el megnézetni magamat, hanem ilyen kinézió tapasszal beragasztottam, és ennyi. Még azóta már, hogy az ott jól összefort, és nem lettek maradandó sérülések, meg maradandó recsegések, meg minden egyéb. Így hát bementem a kórházba, körülbelül este 10-kor. Az egyik első dolog az volt, hogy megmérték a véroxigén szintemet, és az viszont 91 volt, ami még épp hogy benne volt a normális értékhatárban. 91-től 100-ig teljesen normális. A véroxigén szint azt mutatja meg, hogy a vörös vérsejteknek mekkora kapacitásuk van az oxigén szállításra. Ennek ellenére természetesen azonnal oxigénpalackot kaptam, ami extrém irritáló volt az orromban, de legalább tiszta oxigén jutott a szervezetembe, és picit megnyugodtam, és lassult is az iháló légzésem. Na ekkor jött az, amit én nagyon nem szeretek. Vettek artériából és vénásan is vért tőlem. A vénás, srácok, az itt, az az átlagos vérvétel, az artéria az meg itt. Nem tudom pontosan, hogy miért vesznek két helyről vért, de majd a hozzáértők megírják a hozzászólásban. Egyébként a vénás az teljesen okés, csináltam már többször vérképet, ami szerintem nagyon fontos, de az artériás az k***ra fáj. De még utána rá 2-3 napig is éreztem, szóval hogy az tényleg fáj. Ekkora már körülbelül 5 órája ültem bent a kórházban. Jöhetett egy Covid-teszt, majd újabb 2 óra várakozás. Oké, Abosi úr, jöhet tüdőröntgenre. Srácok, nem tudom, hogy láthatok már a saját tüdőtökről képet, ez nagyon para, ezt figyeljétek. Ez itt az én tüdőm. Marha érdekes az emberi test. De szerencsére a tüdőröntgen sem mutatott ki semmit. Viszont ezt már csak reggel 4:30-kor közölték velem, ekkor kivették a kis csapot a karomból, nem tudom mi annak a neve, úgyis tudjátok, amire gondolok, amin ha úgy van, tudnak infúziót adni, és végül hazaengedtek. Eltelt egy nap, és sokkal jobban lettem. Természetesen nem. Ismét fuldokoltam, és másnap lementem körülbelül 500 métert a körzeti orvosomhoz, és majdnem összeestem, srácok, a kapuban, annyi oxigén hiányzott a testemből. Soha nem éreztem még ilyet. De természetesen ő sem tudott mit mondani, csak felírtak nekem egy hörgőtágítót. A hörgőtágító, ahogy benne van a nevében is, kitágítja a hörgőket, ezáltal több oxigén kapok, viszont maga a hörgőtágító az nem, ez a kis spray, amit befújsz, ez nem gyógyszer, ez csak enyhíti a tüneteket. Szóval ez nem egy végleges megoldás, ezt mondták is nekem. Ezzel tudok mondjuk 2-3 órát könnyebben lélegezni, de az alapprobléma az ettől nem javul meg. Itt lett, amikor már ideig eljutottunk, és ezt mondom úgy, hogy én tényleg 2-szer voltam életemben kórházban, lekopogom, és szerencsés vagyok, de itt már elegem lett az egészből, és úgy voltam, hogy nem fogok megpusztulni, nem győzöl le, te betegség, csúnya betegség!
találtunk a barátnőmmel, és neki köszönhetően, és inkább ő talált nekem egy tüdőorvost, Nyírő Melinda név szerint, nagyon-nagyon ügyes, remélem nem bánja, hogy megemlítem, tényleg 40 éve, vagy nem tudom már mióta ezzel foglalkozik, nagyon para ultrarendes, és hozzámentem el végül, és csináltunk rögtön egy ilyen tüdőkapacitás mérést. Azt úgy kell elképzelnetek, hogy van egy ilyen kis cső, abba normálisan lélegzem, és egyszer csak azt mondja a néni, hogy fújjál bele, mint az állat, és akkor fújott, csak nálam ez nem úgy hangzott, hogy hanem úgy, hogy valahogy így. Viszont itt, srácok, megjött az eredmény, és ez a para. 48%-on működött a tüdőm. Csak próbáljátok ki egyszer azt, hogy egy percen keresztül, és nem napokon keresztül, mint ahogy nálam volt, egy percen keresztül csak minden második lélegzetvételt vehettek be, lélegezhettek be. Extrém para, és ez nekem több napon keresztül tartott. 48% a tüdőm, mint hogyha csak a fél tüdőm lett volna meg. Mint kiderült, a fiatalok felének Covid után maradandó sérülések keletkeznek a tüdejükön. Ez most nekem is létrejött, ugyanis mint kiderült, egy aszma volt kialakulóban. Az aszma a mai világunkban már nem rövidíti meg az életet, viszont igenis figyelni kell alaposan. Cseh Laci is aszmás, és azért egy olimpiai ezüst és bronzérmes úszó, ha aszmásan tud ilyen eredményeket elérni, akkor talán annyira nem para, de tény, hogy figyelni kell rá. Ez itt egy, hát, aszmaspré vagy... Nem aszmaspré, nem tudom minek nevezzem. Ezt kell reggel és este befújnom. Ami ebben van, az nem más, mint nagyon-nagyon finomra őrölt por van benne, gyógyszerpor. És ezt kell szájon át beszívnom reggel este, kettőt-kettőt. És körülbelül azt mondták, hogy 6 hónap, mire a sejtek a tüdőmben visszaállnak a régire. Úgyhogy 6 hónapig ez itt van. Nagyon-nagyon figyelünk mostában mindenre, ami a levegővel kapcsolatos, és egyébként ennek az egésznek megvan az eredménye, szóval még néha a reggeli műsorokban, 7-től 8-ig hallgassatok minket, néha látjátok, hogy beleiszok az üvegbe, meg néha ilyenek vannak, szóval még 100%-osan nem állt vissza minden a rendes szituba, de hát sportolok, heti 5-ször járok edzeni, fit vagyok, szóval semmi bajom nincsen. Én néz ki amúgy. Jelzi, hogy még kb. Hány fújás van benne. Nagyon-nagyon beleástam magamat a légzés témába, és vannak különböző légzés technikák, srácok, amiket lehet alkalmazni. Például amikor én nagyon fúldokoltam éjszaka az ágyban, mert egyszerűen nem kaptam levegőt, szóval hiába nem volt ilyen, hanem csak így mint hogyha elakadt volna félúton a levegő, szóval tényleg az 50%-a ment be a tüdőmbe, és azt vettem észre, hogy orron sokkal-sokkal több levegőt tudunk venni, mint hogyha szájon át lélegzünk. Na de vissza a légzés technikákhoz. Az első légzés technika, amivel én valaha találkoztam, az a Wim Hof módszeren belül megtalálható program. Ezt a Trio csatornán láthattátok már, ahol a srácokkal elmentünk Szűcs Sanyihoz, és 20 perc alatt teljesen, mintha egy másik világba kerültünk volna. Nagyon fontos, az általam felsorolt légzés technikáknak mindig nézzetek utána, és csak is csak kizárólag szabály szerint, illetve felügyelet mellett gyakoroljátok. A Wim Hof módszer lényege, hogy ténylegesen intenzív levegővétellel és kifújással, olyan 30-szor egymás után, megtöltsük a szervezetünket a lehető legtöbb oxigénnel, és ezáltal lúgosítsuk az egész testet. Ezzel minden gyulladást csökkentünk a testünkben, és hihetetlenül érezzük magunkat utána. Amint mondtam, 30 intenzív belégzés, majd a 30-nál kiengeded a levegőt és visszatartod. Körülbelül másfél percig, vagy ameddig jól esik. Ez nem arról szól, srácok, nagyon fontos, hogy tartsd a levegőt. Szóval ez nem egy kihívás, hogy most meddig tudod tartani a levegőt. Majd ezután egy nagy belégzés, és azt is visszatartod olyan 15-20 másodpercig. Ezt az egészet pedig 3-5-ször megismétel egymás után. Teljesen így vannak ilyen különböző kis nevezük tüneteknek, így kicsit így elkezd így tingeling, hogy mondják, tingeling, bizseregni az ujjatok, de nézzétek meg a Sanyis videót, amit a Trio csatornán feltöltöttünk. Ott sok mindent elmond Sanyi erről. Összességében az emberek, srácok, a mai világban túllélegeznek. Na de mit jelent az a fogalom, hogy túllélegzés? Egyszerűen túl sok felesleges levegőt veszünk. Egy jó gyakorló módszer erre, ha kipróbáljátok pár percre azt, mintha egy kicsi toll lenne előttetek, és úgy lélegeztek, hogy az nem mozdulhat el. Amúgy írtó nehéz, de csökkenti az oxigén igényedet hosszú távon. Ha pedig a tüdődnek a volumenjének a bővítése inkább a cél, mint például amikor én annó 4 percig tartottam vissza a levegőt, akkor pedig rengeteg hasznos applikációt találtok erre. Fontos, soha nem egyedül. Soha nem egyedül! Úgyhogy ez van jelenleg. Nyilván itt közrejátszik az is szerintem egy picit, hogy előtte én futottam egy fél maratont, és utána megpróbáltam felkészülni a nagy maratonra is, és azért, amikor emlékszem rá, Kolozsváron voltam, zuhogott az eső, 26 kilométert futottam, és én ott realizáltam, hogy szarul vagyok, a tüdőm nem bírja,
enni is kéne, én ezt nem szeretem csinálni, nagyon-nagyon lefogytam, miért csinálom ezt? Csak azért, hogy elmondhassam, hogy lefutottam egy maratont, amire nekem speciál nincsen szükségem. Úgyhogy én azt abba hagytam. A félmaratonos táv egyébként tök jó volt, azt meg el tudom képzelni, hogy a jövőben ekkor meg akkor lefutom. Remélem megértitek, hogy nem azonnal meséltem el nektek ezt a sztorit, mert úgy voltam vele, hogy nem szeretem egyrészt sajnáltatni magam, szóval azt utálom, hogy most akkor mindenkire egy kitartás, meg hú de ügyes vagy, meg azt a mindenit, hanem ilyenkor mindig az jut eszembe, hogyha a sok-sok néző, aki itt van YouTube-on, közül csak mondjuk egy vagy kettő embernek tudok segíteni, vagy csak egy-két embert rá tudok venni arra, hogy esetleg időnként csináltok akár egy vérképet évente, hogy nem kell félni az orvosoktól, ők azért vannak, hogy segítsenek nekünk, mert én is régen így álltam hozzá, hogy óckodtam az egésztől. Valószínűleg ezt még én sem nőttem ki teljesen az, hogy nem megyek el kórházba, hogy éppen megsérülök, vagy majd várok arra, hogy helyre jöjjek, úgyis helyre jövök. Meg van ez a jó példa is, szóval, hogy nagyon sokan mondják azt is, hogy fölösleges sokszor minden ürügyért bemenni a kórházba, de csak egy kicsit így mérlegeljetek, hogyha esetleg van valamilyen gondotok. Írjatok le, hogyha van esetleg hasonló sztoritok. Úgyhogy ha néha kicsit videók közben köhögök, régen sok gameplay videók közben köhögtem, akkor azt nézzétek el nekem. Tényleg majdnem megfulladtam. De ez most így nem jön át, az a baj, nem jön át. De előttem van, hogy ott állok az orvosnak a kapuja előtt, és egyszerűen tényleg ott vagyok vele, hogy én össze fogok esni, és nem kapok levegőt. Köszönöm szépen a figyelmet, srácok. Ez volt az ELTI videó. És ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet. Vigyázzatok magatokra is. Éljetek egészségesen, sportoljatok, egyetek finomakat és egészségeseket, és akkor nem lehet gond. Köszi szépen. Találkozunk jövő héten egy másik videóban. Sziasztok!